A Zanaton áthaladó forgalom már régóta gondot jelent a városrész lakóinak. Hiába épült meg az M86-os út, amióta fizetőssé vált, sokan a régi 86-ost használják. A problémát Puc Attila, a körzet képviselője korábban az M86-os részleges, váltig tartó szakaszának díjmentessé tételével szerette volna megoldani. 2020 nyarán azonban a szakminisztérium elutasította az önkormányzat kérését. Jelenleg 230-as sebességkorlátozó táblával próbálják lassítani az átmenő forgalmat, de a helyiek azt szeretnék, hogy sebességmérő készüléket telepítsenek az útszakaszon. Tavaly ősszel 255 zanati írta alá az erről szóló kezdeményezést. Most az ORFK-tól az engedélyt augusztusban kapta meg a város ennek a telepítésére, és ezután a költségvetésbe betettük ezt a trafiboxnak, ami egy trafiboxnak az összege 6 millió forint, hogy ki legyen építve Zanaton. Ekkor szeptember közepén dr. Hennel Csaba országgyűlési képviselő úgy döntött, hogy ne egy, hanem kettő trafibox legyen, így a falu résznek, vagy hát a város résznek mind a két oldalán lesz trafibox. Hogy pontosan mekkora sebességet mérnek a templom mellé és a városrész túloldalára tervezett trafiboxok, arról még nem született döntés. A közútkezelő gyalogátkelő helyet is kialakít majd a külső zanati úton a Napsugár utca közvetlen közelében. A gyalogátkelő hely egy korábbi tervnek a megvalósítása, már elkészültek és engedélyezve is vannak tervek az önkormányzatnál. A Napsugár utcai csatlakozásnál terveztek egy gyalogátkelő helyet kompletten a rácsatlakozó járda kialakítással, illetve a közvilágítás, ahhoz szükséges közvilágítás kiépítésével. Várhatóan jövő év tavaszára készül el a gyalogátkelő hely. Ennek tervezett költsége 22 millió forint. A sebességmérőket már a télen elhelyezhetik, egyenként 6 millió forintba kerülnek. Az anyagi forrást a szakminisztérium biztosítja a beruházáshoz.